szentelés. A helyi katolikus plébános avatta fel azt az atalai háborús emlékművet, amit még 1925-ben építettek az első világháborúban elesett katonák tiszteletére. A Szent Háromság szobor talapzatán elhelyezett márványtáblákon olvasható a háborúban elesett 52 katona neve. Atalában mindig is tisztelték a múltat és ápolták a hagyományokat, mondta Bodo Imre helytörténész, aki bízik benne, hogy mindig lesz friss virág és mécses a hősi emlékműnél. Én valamikor itt kezdtem dolgozni a termelőszövetkezetben 78-ban, és hát én magam is gyűjtöttem, meg is írtam a Parkóczi Ernő bácsival az Atala község történetét, 2010-ben jelent meg ez a kötet. Hát ebben is megemlékeztünk a háború áldozatai, ugye az első világháború 52 áldozat, második pedig 20 ember nem tért haza, illetve hát nagyon sok rokkant, hadirokkant térhetett a szülőfalujába, és hát el lehet gondolkodni azon, hogy az első világháború 52 fiatal ember nem érkezett meg, ugye ez nagy hiány volt a családnak, hiány volt a falunak, meg nem született gyermekek hiányoznak, tehát azt lehetne mondani, én utána számoltam körülbelül, ha mindenki itt marad volna természetesen az utódok közül, akkor 350-400 emberrel többen laknának most Atalán, mint most. Tehát ez sem utolsó szempont. Én nagyon örülök neki, amikor hallottam, hogy felújítják ezt a Szent Háromság szobrot, illetve hát a hősi emlékművet, hát ugye a legtöbb helyen katonaszobrok, turulmadaras emlékműveket csináltak a 20-as, 30-as években, és általában adva volt ez a Szent Háromság szobor, és a talapzatán, hogy el tudták helyezni ezeket a márványtáblákat. Na most, hát én mindig is szerettem a történelmet, és mindig is azt tartottam, mint helytörténész, hogy a múltat ápolni kell, hagyományokat ápolni és őrizni kell. Emlék nem szabad elfelejteni az előttünk lévő nemzedékeket, főleg azokat, akik nem itthon nyugszanak, és én nagyon örülök neki, hogy az önkormányzat ezt ismét felkarolta, és hát én biztos vagyok benne, hogy mindig lesz friss virág és mécses, és emlékeznek az elhunytakra, még azok is, akik esetleg nem ismerték, vagy már megholtak az utódok, és nem ismerik ezeket az embereket, nem ismerték, csak a nevük fönnmaradt itt az emléktáblákon. Fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol emlékezni tudnak a háborúban elesett hősök, ma még élő hozzátartozói, mondta Atala polgármestere Orosváriné Bosztünde. Atalában 52 elesett katonáról tudunk, akinek az emlékművét 1925-ben építették, és igazából nem szeretnénk, hogy feledésbe vesszenek ezek a nevek, és azok a gondolatok, eszmék, amiket ők képviseltek. Az emlékmű az pályázati úton valósult meg, közel 2,5 millió forintból, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát azt gondolom, hogyha valaki megnézi az emlékművet, azért látszik rajta ez az összeg is. Én azt gondolom, hogy nekik is nagyon fontos az, hogy ez az emlékmű, ez új fényében ragyogjon. Azt gondolom, hogy azok a hozzátartozóik, akiket elveszítettek, nem biztos, hogy akár atalai temetőben nyugszanak, és nagyon fontos lehet nekik az, hogy legyen egy olyan hely, ahol emlékezni tudnak rájuk. Fejlődnek Tolna megye kis települései, és erősödik a nemzeti identitásuk, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Erdélyeknek az első világháború kimenetele, és ilyenkor jó emlékezni, sajnos meg kell emlékeznünk az áldozatokról, de mindig azt reméljük, amikor az áldozatokra gondolunk, hogy én teológus is vagyok, hogy az áldozat mindig áldást hoz, tehát áldás áldozat nélkül soha nincsen, egyik kultúrában, egyik vallásban sem, és ilyen értelemben gondolok én a mai napon az elesett hősökre. Nagy áldás az, hogy egyáltalán vannak településeink, erősödő településeink, ilyen szép emlékműveket tudtak állítani, és már a 20-as, 30-as években nagyon fontos volt, hogy a halottaikról meg tudjanak méltóképpen emlékezni az egyes települések, és hát az unokák és a dédunokák szempontjából is azt reméljük, hogy ezek az emlékművek az egyes településeknek valóban áldást hoznak, és ha identitásunkban erősödünk,
akkor minden szempontból erősödni fogunk, így a falvaink mindenképpen ezáltal is fognak gazdagodni és erősödni. Az atalai első világháborús emlékmű felújítása a magyar kormány közel 2,5 millió forintos támogatásából valósult meg.